és a mai tudásunk szerint ezt még azért nem lehet teljesen kijelenteni. A 2018-as év látszik most olyan, ahol jelentősebb adósság szolgálata lesz még a fennálló hitel és kötvényi állomány alapján a városnak, de az is bőven finanszírozható mértékű, és jóval kevesebb, mint nekünk akkor, ha nincsen az adósság konszolidáció. Ezt azért szeretném aláhúzni, mert értelemszerűen mindenki azt fogja kérdezni, hogy mit fog a város tenni ezekkel a felszabaduló forrásokkal. Ugye részben döntöttünk erről, hiszen az útépítési programnak a kiegészítése az idei, illetve a jövő évi adósságszolgálatból akkor úgy gondoltuk, hogy felszabaduló összeg elejére van méretezve. Nagyjából azt gondoljuk, hogy ezt fogja az adósságszolgálatból a ki nem fizetendő adósságból